Hogy tetszik eddig a meccs? Nagyon tetszik, de lenne néhány apró kérdésem a bírókhoz, főleg a túloldalon állókhoz. Nem kedvelem túlságosan. Hadsz nekünk egy riportot? Muszáj, igen. Rajta van a belépődőn, hogyha bejössz, akkor muszáj riportot adnod. Igen. A kérdésem a következő, gyakran jársz amerikai futballmérkőzésekre? Igen. Van esetleg valamilyen személyes kötődésed a sporthoz, vagy csak ennyire diehard fan vagy? Hát nagyon szeretem meg apukám bíró. Hoppá, megtaláltuk az egyik bíró lányát, ezt üzenem a szlovák közönségnek, aki épp nagyon elégedetlen a bíráskodással. Melyik bíró az édesapád? A nevét mondjam? A Harangi Zsolt. Az a Harangi Zsolt, aki megy egyébként a világbajnokságra is bíráskodni? Igen. Akkor te most egy meglehetősen büszke bíró leány vagy. Követed őt a pályán? Te is bíró leszel majd, hogyha kicsit nagyobbra nősz? Biztos? Hát, már gondolkoztam rajta. És esetleg focizni szeretnél? Cheerleaderkedni? Azt talán. Csak már öreg vagyok hozzá. Igen, igen, akartam is mondani, hogy jól tartod magadat a korodhoz képest. És soraiban sikerült kiszúrnunk Kalovics Gábort, aki nem is olyan régen még a Budapest Wolves elkapójaként tündökölhetett volna a pályán, hogyha időközben nem vonul vissza és nem lesz gondos családapa. Gábort kérdezem arról, hogy hogy tetszik neki idáig a mérkőzés. Fantasztikus, nagyon jó meccs. Sokkal jobb, mint vártam egyébként. Én egy kicsit féltem tőle, hogy a nagy meleg meg a tét egy picit rányomja a bélyegét a meccsre, de nagyon jó eddig a meccs. Kicsit kár azért az interceptionnél, mert ott meg volt a lehetőség, hogy vezessen a Wolves. De meg lehet ez még, mert egyelőre nagyon idegesek a szlovákok, és nincs futójátékuk. És a Wolves védelem pedig egyelőre nagyon jó, az Elek Ádám, amit csinál, az meg a legjobb magyar receiver jelenleg. Milyen tekintetben meglepő a mérkőzés neked? Nagyon szoros, most éppen nem, most 8 pont, de nagyon szoros, nagyon váltakozó, nagyon meccsben van a Wolves, és sokkal jobb a védelmük, mint amire én gondoltam. Egy-két egyéni hibán múltak azok a TD-k, amiket kaptak. Tehát ha most meg kéne tippelned a mérkőzés végeredményét, és nem hallgathatnál a szívedre, akkor is valószínűleg a Wolves-ot mondanád? Én megmondom őszintén, egészen ma reggelig az az érzésem volt, hogy jó nyaralni, mert kim voltam a családdal, de hogy amikor a meccsre gondoltam, az volt bennem, hogy ez egy viszonylag nyugodt Monarchs győzelem lesz a szezonbeli forma alatt. Ma reggel úgy keltem fel, hogy a Wolves meg fogja nyerni ezt a meccset. Nem azért, mert a srácokkal nagyon szerettem együtt játszani, és abszolút nekik szurkolok, hanem volt egy olyan nézés bennem, hogy össze tudják szedni ezt, és föl tudnak pörögni védelemben és támadásban egyaránt. Egyelőre ezt látom, annak ellenére, hogy nem ők vezetnek, de abszolút azt látom, hogy nagyon-nagyon égnek a támadók, nagyon keményeket blokkol a fal, odaérnek, minden részével megteszi a dolgát, a már éles volt, attól az egy interception-től eltekintve nagyon éles. Szerintem, hogyha a defensive back-ek össze tudják kapni ezt a két elkapót, ezt kell leszedni pályáról, illetve ezeket a keresztező szlenteket bent, amikre sajnos a Wolves védelem közepe belassult egy kicsit valahogy, én úgy érzem, és nem érnek oda azokra a játékokra, és azon ment el nagyon sok. Én azt mondom, hogy a Wolves meg fogja nyerni 2 ponttal a meccset. A második félidőt egy igazi tétmérkőzésen ki más is kezdhetné, hanem magad előtté. Számít is rá, a kék-fehér védelem hamar lekapcsolják. Second down. Nem megy most a futójáték, nem úgy egy pánt után az uralkodóknak. Stefan szlovák térsérülése ellenére, mint kés a vajon hatol át azon a védelmen, ami sajnos érződik az első fél időben remekelő bíró Szabolcs kiesése. Jobbulást, Szabi! Ismét Slusnyi futja körbe a védelem hátsó tagozatát, előkészítve a terepet szlovák újabb vágtájához. A vágta megy, az ugratás még nem. Egy yarddal a célterület előtt ér véget akciója. De befejezi, amit elkezdett, Stefan szlovák touchdown Monarchs. Hi, my name is Steve. My number is 36. I'm running back. Daryl Tate most passzból tűnik megállíthatatlannak. Nagyot küzd az import fiú, tombol a közönség, hajrá farkasok!
Mark nem változtat azon, ami működik, tovább passzolja a labdát, de a mérkőzésen másodszor is eladja a játékszert. Figyeljünk csak! Marek Belicska halássza le a Gecser által felütött bogyót. Szlovák ugrál örömében, De Pass meg táncol, van is okuk az örömre, mert Garza és Slusnyi újabb tökéletes összjátéka a pontszerzés kapujába repülti csapatukat. Péter Csaba gyönyörűen olvassa le a screent. Sziasztok, Péter Csaba, 52-es, belső linebacker, és imádok mindent, ami jó. Garza nem győzi kivárni az újabb pontokat, ezért azokat maga futja meg inkább. A negyed hátra levő részében egyéb már nem történik, vessünk gyorsan ismét számot. Elek Ádám 8 elkapásból 3 TD-t ért el, Fermi Garza pedig átlépte a 400 passzolt yardot. A Wolf secondary dicséri azért a tény, hogy 27 átadásából ezúttal csak 19 volt pontos. A harmadik negyedre is jutott a lálos kérdés. Hány amerikai import fér el egy négyzetméternyi futballpályán? A válasz pedig 3. Darrell Tate-ről, Green és Myers tápászkodott fel a pusztító tackle után. My name is David Green, number 20. I'm Bratislav Monarchs, and I like books. Tate-nek ez persze meg se kottyan, minden belead elkapóként is brilliózik. De ha Tate brilliáns, akkor Elek maga a koronadísz. Bencsics passzával negyedszerre is beszambázik a monarchisták végzónájába. Még az ezután rúgott onside kicket is majdnem őszedi össze, de végül ezt a bírák érvénytelenítik. A támadás joga a Bratislavához kerül. Ez a távolság meg nem távolság Patrick Szusnyinak és Ferni Garzának. A 11 elkapásból 240 yardot termelő szlovák válogatott második TD elkapását is bevésheti üzenőfüzetébe. 48-27 Monarchs. Deröltét nem adja fel, ismét pozícióba juttatja csapatát remek visszaoldásával. Visszaoldó specialistaként egyébként az alapszakaszban és az elődöntőn összesen több mint 500 yardot hozott csapatának és 3 rugásokból visszahordott TD-vel is büszkélkedhet. De nem csak Tate, Mark is megfuttatja a pozsonyi védőket, de Devin Myers elől nincs menekvés. Alright, my name is Devin Myers from the US, Connecticut. My favorite thing so far here would have to be the ice cream. Ha már ide álltak a futásra, a tavalyi szezon egyik legponterősebb running backje, Lenner Péter is megmutatja magát. Hiába a sok futás, pontot végül a Bencsics-Gecser passzjátékhoz. Még nyerhető a meccs, kell az a sikeres onside kick, de másodszorra is elvéti. Thank you.
Ahogy a Monarchs közelít a farkasok célterülete felé, úgy távolodik a magyar csapat a HFL bajnoki címétől. Stefán szlovák is bekerül a TD duplázók közé. 55-34 az állás, és ez már nem is változik a lefújásig. Márk még kioszt pár szép paszt, az uralkodók védői pedig még pár szép szerelést, a mérkőzést lefújják, a 10. Hungarian Bowl és a Hungarian Football League bajnoka, a Bratislava Monarch. First of all, congratulations to the champion title. How it feels? Először is gratulálok a bajnoki címhez. Milyen érzés? Ez túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Hihetetlen, nagyon kemény munka volt az egész csapattól. Tudtuk, hogy mi fog jönni. Fantasztikus. Úgy tűnt, mint a kívülről ismernél a farkasokat. Mint a tudtátok volna előre, hogy mit fognak csinálni. Nagyon sok időt töltöttél a felvételek elemzésével? Igen, és hát én osztrák vagyok, szóval az összes osztrák bajnokságban játszott meccsüket is megszerzem. Tudtuk, hogy miket változtatnak, ismertük az összes játékukat, de olyan tökéletesen hajtották őket végre, hogy hiába tudtuk előre, mit fog csinálni, akkor is pontokat tudott szerezni a Wolves csapata. Mondtam is a srácoknak, hogy a farkasokat azért hívják így, mert ők valóságos farkasok. Ha nem figyelsz oda, csak egy pillanatra is, és nem nyomod a gáztövig, akkor elkapnak és megölnek. A második fél időben éppen ezért már nagyon összpontosítottunk, nem is voltak hibák, csak két buta büntetés és ennyi. Meg sem kérdezem, mert látom, hogy mennyire büszke vagy a csapatodra, viszont az lenyűgöző, hogy a szurkolóitok milyen hangulatot teremtettek. Mit üzensz a Monarchs fanoknak? Ők nem fanok, ez a kék hadsereg. Az igazság, hogy én azt gondolom, hogy az elsőt nagyon motiváltan, az első fél időt nagyon motiváltan kezdtük, és talán ott éreztem egy picit az interceptionnél, hogy itt egy picit megtörtünk, ha ez meg lett volna, akkor sokkal jobban mentek volna a dolgok, de amikor a másik fél időt jöttünk, még akkor is teli voltunk reményekkel, hogy most visszavágunk, és valahogy nem tudtunk annyira harapni, és itt kezdett el elmenni, azt gondolom, a meccs. Ettől függetlenül nem tűnsz szomorúnak vagy csalódottnak, az egész éves teljesítményeteket hogy értékelnéd? Azért nem tűnök csalódottnak, mert itt van a gyönyörű szép kislányom. Tudásunk alatt játszottunk, én úgy érzem, sokkal több van bennünk. Még mindig van ez a magyar átok szerintem, hogy jön egy A-kategóriás csapat, vagy országból valaki, egy kanadai, amerikai, és egyből leülünk, mert ő amerikai. Vagyunk annyira jók szerintem, csak el is kéne higgyük, és hogyha ezt elhisszük, akkor határa csillagos ég. Ennyi a véleményem erről a meccsről. During the whole season, you didn't az egész szezon alatt egyszer sem szekkeltek. Ez a támadó falad érdeme, vagy volt egy speciális játéktervetek, amivel ezt elértétek? Abszolút a falam érdeme, semmit nem tudnék nélkülük csinálni, ők a támadósor szíve. Én csak annyit csinálok, hogy bejom a játékokat, és aztán az elkapókhoz juttatom a labdát. Hatalmasat játszottak az egész szezonban, ma bezsákoltak, de érted, ez benne van a pakliban. A farkasvédelem hatalmas nyomást gyakorolt ránk, és hát ilyenkor elkaphatnak, ez van. Mit üzensz a büszke Monarchs szurkolóknak, akik óriási hangulatot csináltak idegenben és pláne hazai mérkőzéseken? Csak annyit akarok mondani, köszönjük a támogatást, nélkületek nem ment volna, srácok. Köszönjük a kék hadseregnek.